az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Ismét összeült a világ elitje Davosban. Az idei világgazdasági fórum a bizalom újjáépítését tűzte ki célul, de vajon minek a szimbólum a Davos, és van-e még bizalom az elittel szemben? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy a gazda tüntetések miatt gyakorlatilag blokkád alatt áll Németország. A német kormány a saját felelőtlenségének árát fizettetné meg a gazdákkal, de mi áll a tüntetések mögött és vajon belebukhat-e a berlini kormány az országot megbénító tüntetésekbe? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk Giró Szász András, aki szerint akiknek a gondolkodására rászállt a vörös azok barna köddel riogatnak. A bolygó nem lehet a milliárdosok játékszere, ezt már Siffer András mondja. A stúdióba várjuk Tóth Mátét, aki azt gondolja, hogy Davos megnyilvánulása a társadalmi mérnökösködésnek. És itt lesz velünk Hegyi Gyula, aki úgy véli, hogy Németországban válságba került a politikai rendszer. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Jó estét. Hát a szokásos éves összejövetel Davosban megtörtént a múlt héten, és a bizalom erősítése, megerősítése volt a célja ennek a tárgyalásnak, meetingnek. Milyen bizalmat kell megerősíteni? Giroszász András, kezdjük vele. Az egész Davos, ez élő példája annak, amit a témával foglalkozók, vagy éppen nem foglalkozók, mondanak is nagyon sokszor összeesküvés elméleteket sütnek rájuk, tehát élő példája annak, hogy van egy olyan szervezet a világban, ahol a világról gondolkodnak, mégpedig nem csak gondolkodók, hanem nagyon befolyásos anyagilag, üzletileg, hatalmilag befolyásos emberek, és ezeknek egy jelentős része semmiféle választói legitimációval nem bír, hiszen nem a politika világából kerül oda, hanem a, az üzlet világából. Magyarul ö, olyan típusú összefüggéseket is felvillant számunkra, amire egyébként gyakran beszélünk, de nagyon sokan nem hajlandók ezt tudomásul lenni, hogy van egy olyan a nemzetállamok gazdasági erejét meghaladó tényezőkből álló hálózat, szövetség, háttérhatalom, teljesen mindegy, olyan nevezünk, amelynek nem csak véleménye, hanem ereje is van, hogy a véleményét sokszor a politikán keresztül rákényszerítse, ránk kényszerítse. András? Hát régen rossz, hogyha a Davos az bizalmat erősít, mert itt Davos az annak a példája, hogy a globális nagytőke találkozik az elméletileg független államoknak a vezetőivel. Régen rossz az, hogyha a globális nagytőke lobbistái képviselői és az egyes államok vezetői között bizalmi viszony van. Tehát azért kezdjük ott, hogy ha van ma korrupciós kockázat a világon, akkor az elsősorban az, amit a Big Tech, a Big Pharma, a hadipari cégek, a Big Agro különböző lobbistái és a magukat szuverénnek tekintő államok, vagy éppen az Európai Unió vezetői közötti szívélyes viszony jelent. Von der Leyen sms például az, az egy kifejezett, tehát volumenében jóval nagyobb korrupciós kockázat, mint amit egyébként egy nemzetállam miniszteriális személyei bármikor, akármilyen korrupt az emberek, bármikor elő tudnak idézni. Tehát Davos kapcsán bizalmat emlegetni az enyhén szóval rossz ízű. most ezzel nem a szerkesztőt akarom megróni, csak úgy jelezném, hogy régen rossz nekünk embereknek, Ez volt a szlogen, András. A, jó, csak hogy régen rossz az, hogyha a globális nagytőke és az egyes nemzetállamok között bizalmi viszony van. Ezzel szemben olyan csúcs találkozókra olyan nemzetközi párbeszédre lenne szükség, aminek a célja a magántőke alapok elszámoltatása, a nemzetközi szervezetek tűzfallal történő ellátása, annak érdekében, hogy a nemzetközi együttműködés intézményeit ne manipulálják a gazdag kevesek. Az, amiről Davos szól, az pontosan szimbolizálja azt, hogy az 1% uralkodik a 99% fölött a bolygón, hogy a gazdag kevesek úgy gondolják, hogy a pénzüknél fogva ő nekik előjogaik vannak arra, hogy az emberiség jövőjét elintézzék. Azt kéne végre értésére adni, nem csak Klaus az összes tekergőnek, aki ott van a nagy pénzes ülve, hogy a bolygó az nem lehet a milliárdosok játékszere. Ehhez viszont az kell, hogy köztársasági elnökök ne zsinatolni menjenek el Davosba, hanem hangsúlyosan utasítsák vissza, vagy a meghívás, vagy ha elmennek, akkor követeljék azt, hogy legyenek olyan nemzetközi normák, amik világos tűzfalakat vonnak a nemzetközi intézmények köré, és nemzetközi megállapodások garantálják az összeférhetetlenséget a, 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 a különböző globális nagyvállalatok és mondjuk az európai és nemzetközi intézmények között. Máté? Szerintem önmagában azzal nem lenne gond, hogy vannak nemzetközi fórumok, felületek, ahol a, a nemzetállamokat meghaladó szintű problémák megjelennek. Azzal sem lenne gond, hogy ezen megjelennek államfők, kormányfők és képviselik akár a, a mainstream narratívával szemben az álláspontot. Azért láttunk ilyeneket, a Javier Millay, ugye az argentin államfő azért elég komolyan belegyalogolt, azt hiszem Klaus Schwab ki is vonult az ő beszéde alatt, meg több, több ilyen is volt, Tehát úgy tűnik, mint, hogy vita is van ezeken a helyeken, ami szintén nem lenne <coughs> rossz, ami ráadásul úgy tűnik, mintha hogyha, hogyha ilyen amatőr is lenne valahol ez a, ez a banda, mert nem tudom mennyire figyelték, figyeltétek, de, de például tavaly de mindig kiadják ezeket az ország kockázati értékeléseket, hogy mik a nagy veszélyek, és tavaly például Magyarország kétszer szerepelt a listán, és mind a két esetben más kockázatokkal, vagy idén megkérdezték az ottani vezető közgazdászokat, hogy gazdasági növekedésre vagy lassulásra számítanak, és 50% növekedésre, 50% lassulásra számított. Tehát nem tűnik azért olyan profinak vagy következetesnek a történet. De hogyha lántom ezt a réteget, akkor nyilván felmerül az a kérdés, hogy valójában de ezek kicsodák ezek az emberek egyrészt. Tehát, hogy mit keresnek ott, és miért mondják meg a valóban mindenféle legitimitás, népszuverenitás nélkül nem választott személyek, ugye Bill Gates ott van, vagy például Alex Soros ott van. Tehát, hogy, hogy kik ők, és, és miért mondják meg, amit megmondanak. A másik meg, hogy hogy vajon milyennek a súlya. Tehát túl ezen az amatőrködésen, túl a látszólagos vitákon, én azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy a háttérhatalom az ilyen transzparens lenne és látszódna az épülő világkormány, azért annál valószínűleg profibak, és Andrásnak van igaza, hogy a, a magántőke alapokban, tehát ott a hatalom a valódi hatalom. De hát ugye egyrészt hibázik a rendszer. Tehát, hogyha hagymaként nézzük és leántjuk a különböző rétegeket, csak például Amerikáról, hogy, hogy a Nemzetállam Amerika, a Birodalom Amerika, és ehhez képest azok a pénzügyi érdekek, amik mögötte vannak, ezek azért ugye ki tudnak villanni egy, -egy ilyen alkalommal. A másik meg, és tényleg csak egy gondolat ehhez, ugye most nagyon divatos az ilyen komplex hálózatokat, komplex adaptív rendszereket látni bele mindenbe, és az is egy megközelítés, hogy, hogy a világ egy ilyen komplex hálózat, ami ha tényleg ilyen, akkor önszabályozó, akkor nincs szükség ilyen Beszélgetésre Davosban vagy máshol, ahol megjelenik a egy ilyen szuperkormánynak a réme, akár, akár ijedelemből mi látjuk annak, vagy vagy a tényleg a fenyegető képe. Viszont ugye azt szokták szembe utani, hogy ehhez képest ha valami mintázat látszik abban, ami történik, például Davosban, amit mondanak, akkor ez, ez viszont arra mutat rá, hogy ez nem egy egy önszabályozó rendszernek, egy komplex hálózatnak a, a, az ismérve, amilyen a világ kell, hogy legyen, különböző súlyú országok és érdekek, hanem itt valami tervezett folyamat zajlik. De én tovább is mennék ezen, a, ezen az ellentéten, nekem ez a komplex hálózatos terület, ez kutatási területem is volt, amiből nagyon hasznos indikátorokat lehet egyébként nyerni, például arra, hogy, hogy egy közigazgatási hatóság gyakorlatában jogszabályok hogyan hasznosulnak, és az milyen hibákra mutat rá a, a, a jogforrási rendszerbe, tehát lehet belőle nyerni hasznos indikátorokat, de van egy nagyon fontos tulajdonság a komplex hálózatoknak, méghozzá az, hogy mindig kitermelik a saját központjaikat, szuperközpontjaikat és perifériáikat. Tehát a világőrben, az, az emberi idegrendszerben, de a társadalmakban is, hogyha onnan indulunk, hogy vajon a világ, mint komplex hálózat, az merre tart, akkor azt gondolom, hogy viszont törvényszerű, hogy az ilyen ambíciók megjelenjenek, mint Davos, és ez már ad egy ilyen értékelési kiinduló pontot, tehát ez tudományosan is akár modellezhető, hogy van egy ilyen ambíció, és ha esetleg nincs is Davosnak, akkor a súlya még, mint amit tulajdonítunk neki, vagy tulajdonítanak neki. De vagy am... magának. Vagy tulajdonít önmagának, de ambíciója az biztos, hogy van, és az is biztos, hogy hallgatnak rá. Tehát olyan, olyan gazdasági, politikai elit generációk nevelkedtek már ennek a, ennek a kampusznak a közelébe ki, akik viszont tényleg hallgatnak arra, amit üzenetnek tartanak, tehát ilyen értelemben viszont igenis komolyan kell venni Davoszt, akár annál is komolyabban, mint amit mutat magáról. Gyula. Hát van, van amivel egyetértek, van, amivel nem. Szerintem ez a, a Davosz a korábbiakhoz képest sikertelenebb volt a szervezők az úgynevezett mély állam részéről is, hiszen tulajdonképpen kiderült, hogy az a fajta globalizáció, amelyet sokan joggal bíráltunk, vége, eredményben végéhez jutott. Valószínűleg nem fog így folytatódni. Tehát nem tudok elképzelni olyan globalizációt, amely Oroszország teljes kizárásával, Kína meggyengítésével, a globális dél nyugat amerikai gyámságban való kezelésével tovább működik. És azok a nagyvállalati vezetők, akik ott voltak, Nyilvánvalóan megpróbálták visz, meg, megállítani ezt a folyamatot, de ha megnézzük, hogy a legnagyobb delegáció, 150 fővel Kína, Kína, Kína képviselte, azt mutatja, hogy a kínaiak pontosan érzik azt, hogy ők a globalizáció, a szabadkereskedelem, talán utolsó védői, bármilyen furcsán hangzik, míg az Egyesült Államok a protekcionizmus és a fegyveres jelenléttel, az Egyesült Államok elsősorban a fegyveres jelenléttel pótolja azt a, gazdasági szerepét, amelyet korábban betöltött, és azt mindenképpen fontosnak tartom, a kollégák ezt nem említették, hogy Ukrajnának a jelenléte és az a, az a vörösköd az Európai Unió vezetői között, hogy a legfontosabb üzenetük az volt, hogy Kínát felszólították, hogy tárgyaljon az Elenszkivel, amit a kínaiak visszautasítottak, ami az Elenszki közölte, hogy ő magasabb rangú, mint a kínai miniszterelnök, ami már valóban a paródia hatáját súlya, hogy az Európai Unió vezető nem veszik hát észre. A Elenszki és a paródia azért nem egymástól függ. Igen, valóban visszatért a régi szerepébe, ami az ő esetében nem baj, sőt, ez szórakoztató, legalább ilyen szórakoztató, amikor kijelentette, hogy Nagy-Britániát az ukrán csapatok fogják megvédeni esetleges támadás esetén. Ilyeneket mind lehet mondani, csak az a baj, hogy az Európai vezetői eleve nem parodistának számítottak. Itt azonban valóban azzá váltak, és amit mondtok, abszolút nem vagyok, talán elhiszitek, abszolút nem vagyok a, a, a nagytőkének, a nagy tőkének, a globális nagy tőkének a híve, de az a fajta globalizáció, amelyet most, amely eltűnőben van, az, azt lehetett volna jó elfordítani. Egy olyan fajta világkormányal, egy olyan fajta nemzetközi együttműködéssel, egységes adózás bevezetésével, a nagy tőke használnak a jobb célokra fordításával, és egy utolsó gondolat, az a reset, amelyet újrakezdés, a Covid utáni újrakezdés, amely tulajdonképpen Davos jelszava lett volna, ebből valójában nem valósult meg semmi, mert a zöldítésen egészen mást értettek, mint amilyen valóban szükség lett volna, és az a fajta gazdasági szemlélet, a megosztás, hogy a egyes tulajdon helyett a megosztást az autóhasználatban, az épület használatban, a gazdaság használatában, ami van valami logika, de ő egyáltalán nem beszéltek, tehát jelszó maradt az, ami talán progresszív lett volna, és ilyen értelemben tulajdonképpen Ukrajna, Kína előenyomulása és a globalizáció széthullása számomra három fő üzenet. Ugye az volt a eredendő kérdésed, vagy felvezetésed, hogy az volt a jelmondat, hogy a bizony visszaépítése Igen. volt a Davos jelmondat. De miért? miért? Azért, mert, mert mesztelen a király. Egy olyan hosszú évtized után vagyunk, kezdve a 2008-as pénzügyi válsággal, a klímaválsággal, a Covid-dal kapcsolatos történtekkel, az energiaválsággal, az orosz-ukrán háborúval, most a közelkeleti keleti válsággal, annak minden eszkalációjával, a Vörös-tenger, stb., amely lényegében emberek milliói vagy milliárdjai számára rántotta le a leplet bizonyos helyzetekről, hogy háborúk törnek ki, ahol az egyszerű állampolgárok emóciók alapján helyezkednek el valahol, majd egyszer csak szembesülnek avval, hogy milyen gazdasági és háttér motivációk mozgattak dolgokat, hogy kik keresnek pénzt ezeken, kik keresnek az, a big vagy az összes big, amit felsoroltál, hogy, hogy hogy keresi meg azt a pénzt, és ezzel a pénzzel, illetve ennek a pénznek a reményében hogyan befolyásol olyan kormányokat, amelyek embereket képviselnek, és belevisznek a háborúba akár, vagy belevisznek a békétlenségbe akár, vagy lebocsátják azt a vörös ködöt, amiről te beszéltél, Gyula, és mondjuk nem azt nézik, hogy, az Euro hogy Európa népeinek, Európa államainak, mi a két lábbal a Földön járó érdeke, hanem megfogalmazhatatlan, a hétköznapi ember számára megfogalmazhatatlan logika mentén hozzák meg a döntéseiket. Tehát ez a király mesztelen, ezért akarják a bizalmat vészépíteni, és ahol is egyetértek, hogy ez nem sikerül, de ugyanakkor hihetetlenül érződik az most talán először ebben az elmúlt évtizedben, hogy szembesülnek az emberek, nagy széles tömegekben szembesülnek az emberek, ahol, hogy itt van egy más logika működik, mint amire ők a voksukat adták. Igen, nem, de hogyan oldják meg azokat a problémákat azok az emberek, akik okozták ezt a problémát? De még azért annyiban visszacsatolnék, amiket a többiek mondtak, hogy ez is azt szeretném világosá hogy én semmiféle ilyen leegyszerűsítő, háttérhatalmi, meg meg egyéb ilyen történetekben, nem hiszek. Tehát túl egyszerű lenne a világ, hogyha azt tudnánk mondani, hogy a világgazdasági fórum Davosban, vagy a Bilderberg Jaj, jó, csoport, stb. ezek irányítják. Kicsit viccesen, ironizálva azt szoktam mondani, hogy ha ez így lenne, roppant egyszerű lenne a dolog, mert a forradalmi csapatokat oda kell vezényelni a Bilderberg csoporthoz, vagy Davosba, fogjuk ejteni azokat, akik ott vannak, és akkor megünknek, tehát beülteni a von der Leyen székébe. a Nem így, tehát pontosan azért nagyon virulens a globális kapitalizmus, én kicsit pessimistább vagyok ezek szerint a Gyulánál, mert itt a globalizációnak egyáltalán nem szabtak új irányt az elmúlt években szerintem hogy nincs szükség ilyen ö, önmagában arra, hogy valakik összejöjjenek és haditerveket átsoljanak, mert hogy az immanens a belső logikájából fakadó működése tolja előre a tőkeészségét ezeknek a nagy szereplőknek, a magántőke alapoknak, akik uralják a különböző ipari csoportokat ma már. Ezzel együtt csatlakozva ahhoz, amit a Máté elmondott, ö, mégis ennek a hálózatszerű immanens működésnek vannak ilyen kicsúcsosodásai, vannak ilyen jellegzetes pontjai. Na, az egyik ilyen jellegzetes pont az Davos, de ez nem több. Tehát ezt, ezt csak azért bocsátottam így előre, hogy kezeljük már helyén a történetet. Én nem elbagatelizálni akarom, de ugyanakkor úgy se csináljunk, mint hogyha itt Klaus Schwab egy darab bábmester. Ja, nem hiszem, hogy ezt gondolnánk. Ennek nem a nem mi, csak azt. világos. A másik viszont, ha már itt a bizalom előjött, Azért egy nagyon alapvető bizalmi recsenés, nem, nem, is, két, nem is mennék vissza az Andrásra szemben, 2008-ban persze megtehetnénk, elég csak az elmúlt 4-5 évre visszamenni. Az, ami a COVID alatt történt, az egy alapvető bizalmi recsenés egyáltalán a modernitás iránt, a, a, a államhatalmi központok és a, 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 a nagy tőke kezében lévő tudományon szemben. Tehát ha volt bizalmi recsenés, az a Covid-ra vezethető vissza. Hát emlékezzünk vissza, hogy az első idióta intézkedéseket hogyan, milyen magyarázattal vezették be, nem csak Magyarországon, szerte Európában, meg a nagyvilágban. Soha a világtörténelemben nem volt olyan, hogy egy villámcsapásra leállítják a világgazdaságot, a társadalmi mikrostruktúrákba belenyúlva bénítják meg egy-egy társadalomnak a működését, tartják bezárva az embereket amikor elindul a vakcináltatás, először azt mondják, hogy ez megvéd a vírustól, utána kiderül, hogy ettől még meg tudsz betegedni, de a terjedést akadályozza. Mai napig nem látunk világos eredményeket arról, hogy mondjuk a Pfizer vakcinák a vírus terjedését mennyiben gátolták. Tehát, hogyha visszaemlékszünk 2021-22-ben, hogy a különböző minden tudósok és kormányzati emberek milyen igazságokat nyilatkoztattak ki Facebook videókon, TV csatornákba ittottam ott, és közben gyakorlatilag mindegyik igazság megkérdőjeleződött, és ez embereknek nem csak az életébe, egzisztenciájába is került szerte a világban, akkor igen, lehet egy alapvető bizalmi recsenésről beszélni. Igen, igen de bo bocsássatok, csak egy dolgot. Te, te, te arról beszélsz, hogy amik történtek, az milyen bizalmatlanságot hozott elő. Ebben teljesen igazad van, de én ezt kiegészíteném, avval, hogy amik történtek, azok előrehozta, előre hozta, hogy felismeréseket szültek, és az is egy bizalmatlanságot okozott, hogy a felismerések ellenére visszarendeződött. Tehát például a Covid kapcsán mindazt el lehet mondani, amit elmondtál, de a Covidnak az is egy következménye volt, hogy világosan láttak, látszottak a, a globális gazdaság a sarkai, a beszállítók, stb. problematikája. És annak lehetett egy olyan józanész alapú következtetése, hogy most regionális globalizáció az eredményesebb hosszú távon, mert nem, nem, nem jönnek létre ezek a problémák. Ennek ellenére ezek a típusú gondolatok teljes lesöprésre kerültek, és egy ilyen téren teljes visszarendeződés volt, tehát a bizalmatlanság azért is kialakult, mert hogyha már az emberiség szembe került egy ilyen helyzettel, ami megmutatott egy bizonyos szisztémának megmutatta az ahíres sarkait, semmiféle tudomást nem vett róla, se a nagy politika, se a nagy biznisz, hanem egyszerűen visszarendezett mindent oda, ahol előtte volt, fél más csomópontokkal, de ugyanabban a logikában. Tudom, hogy te, ne haragudj, te András Bulvár hírnek tartod, de az X betegségnek a belengetése, ami itt megtörtént, amire ugye az ENSZ-nek a megfelelő kori oda mentek és elkezdték magyarázni, hogy hogyan lehet majd azt a fajta ad-hoc zárást, amit a COVID-19 okozott, hogyan lehet majd struktúráltan, rendezetten végrehajtani. Azért ez, ez erről is szól valahol. És bocsássad. Igen, azt gondolom, hogy a visszatérve a globalizációja, hogy a globalizációval ellentétes tulajdonképpen az, hogy az amerikaiak, egy, a mai demokraták egy ideológiát akarnak tenni hozzá, hiszen a globalizáció lényege az volt, hogy különböző ideológiát valló országok valamilyen módon besodódtak a világkereskedelembe. Ezért támogatták lényegben az amerikaiak a kínai gazdaságot geopolitikai másokokból 20-25 éve, majd rájöttek, hogy rossz ötlet volt, de nem az gazdasági észreűséggel magyarázzák, hogy rossz ötlet volt, hanem valami fajta világ megváltó ideológia egyében. És gazdaságilag pedig az ukrajnai háború azért valamit bebizonyított. Az bizonyította be, hogy nem csak digitalizáció van a világon, nem csak komputerek vannak, hanem kell vas, kell acél, kell beton, kellenek harcolni képes emberek, kell munkaerő. Európában sose volt olyan, hogy azért van gazdasági válság, mert munkaerő hiány van. A munkanélküliség okozta a bajt, a munkaerő hiány tulajdonképpen egy jó volt. Most belekerültünk abba, hogy egyszerűen bizonyos alapvető szükségletek Elfogytak a tudatunkból, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen gomnyomogató, digitális világban élünk, miközben valóságban sokkal inkább nehéz iparra, iparra is lenne szükség. Az emberek ezt felismerték, miközben az ellenkezőjét hirdetik ideológiába, és szépen mindent elszívnak Európából. Mi pedig azt mondjuk, hogy hát ez a ilyen a világ. És még amit te mondtad, a regionális globalizáció. Szerintem nagyon fontos kulcskérdés. Szerintem a globalizáció Ból az lesz, hogy két-három nagy regionális gazdasági térség fog kialakulni, egy biztos az Egyesült Államok, egy biztos Kína körül, és hogy Európa ebbe ilyen ide-oda gyerek lesz, vagy önálló erő, ez a jövőben dől el. Márti. Kezdve innen, azért ugye mondtam, meg el, úgy tűnt, mint elbagatelizálnám, hogy, hogy fele azt mondta a megkérdezett közgazdászoknak, hogy lesz növekedés, a másik fele meg azt, hogy nem, de egy dologba egyetértettek a megkérdezettek, 70 valány százalék, hogy Európa stagnál, perhanyatlik, és ez pontosan ez az üzenet, hogy Európának mintha nem lennének fontosak azok a, azok a mondjuk évszázados, akár kapitalista törvényszerűségek, hogy a saját iparát építse, a saját versenyelőnyét keresse, viszont ami tanulságos ebben, hogy a két kérdésre is, is reagáljunk, ugye a bizalom visszaépítése, hogy ha már legalább ez elhangzott, akkor némi önkritika érződik Davosból, mert hogy legalább érzik, hogy valamit vissza kell építeni, vagy valamit fel kell építeni, tehát valami tényleg megrecsent, tehát ez már legalább közelebb visz minket a megfejtéshez, viszont hogy ezek az emberek hogy akarják jóvá tenni azt, amit esetleg ők elrontottak, ugye ez volt a kérdés. Na itt jön a félelmetes dolog, mert hogy ugye régen is estek ki, hogy a Great Reset is innen potyant ki ennek az elképzelése pont a Covid után, estek már ki innen olyan mondások, így a shared economy, hogy nem lesz semmi, de boldog leszel üzenet, ami mm -hmm. azért eléggé, ezért pro és kontra érveket is felvet, vagy ugye innen esett ki a, a, az ilyen liszkukac főzelék és együnk bogarakat dolog is, hogy, hogy és ez az egy első szintje, hogy itt azért folyik egy társadalmi mérnökösködés. És ez a társadalmi mérnökösködés, tehát ennek Davos azért az egyik megjelenési formája, tehát folyik egy ilyen társadalmi átalakítási kísérlet per szándék. a másik pedig... Hát Schwab és... eleve ilyen kommunisztikus elképzelésekkel lépett elő annak ide. Talán ő a, igen, igen, a kezdetektől, 71-től kezdve ugye folyamatosan ennek a, a szószólója. A, ez ott válik veszélyessé, ez a társadalmi mérnökösködés, most vagy hallgatnak rá az államok, vagy nem bár tény, hogy Kína, én úgy hallottam, 250 fős delegációval uh -huh. volt ott, abból 100 politikus, 150 Ittszelt gazdasági, igen. Tehát ami, ami, nagyon ijesztő, és Amerika meg szemkedreggel mentek, este jöttek is vissza, tehát hogy ők nem érezték ezt ilyen, ilyen súlyosnak, de hogy így változ, változnak a, a súlypontok, tehát figyelnek azért e, nemzetállamok, és képviseltetik maguk a nemzetállamok, de ez a társadalmi mérnökösködés, ami Davosból jön, ez ott válik veszélyesé, hogyha ha elkezd elkezdi a nemzetállamok, a szuverénnek is a gondolkodását tényleg eltéríteni. Azért, mert van egy indirekt mintakövetés, azért, mert akár ez jobban beépül, mert ez viszont már az államiságról szól. És azért ugye onnantól, hogy a, a döntéshozatal tekintetében Davos iránytűvé tud válni, akár a, a kényszer és a kikényszerítés átvándorolása nélkül a, a, az államoktól, na onnantól viszont már, már ez a társadalmi mérnökösködés, ez már több, mint amiről csak így beszélgetni lehet, vagy akár megmosolyogni. Na ez a nagyon veszélyes dimenzió Davosnak, hogyha átlépjük ezt a határt, és elkezdik az állami gondolkodást eliminálni. az, amit a természetben van, ugye az a, azt hiszem a, a darázs, az, ami a, a petét a hernyóba tolja, és az meg az idegrendszerét a hernyónak úgy megbénítja, átalakítja, hogy gyakorlatilag a fürkészdarázsnak onnantól a petének a, 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 kikelését biztosítsa, és semmi más ennyi a, ennyi a, célja, hogy, hogy az államokra tud-e lenni Davos és a többi ilyen. Na ez a veszélyes és ez a, ez a, vörös vonal, amit, amit nem szabad, hogy átlépjen a társadalmi mérnököskedés. Hát ha már itt a Gyula fölhozta a mondandója végén, hogy Davos és Európa jövője, Európa mennyiben lesz játékos, de azért itt volt két idézőjelben mondom, hogy apró árnyalatot a Davoszi találkozó körül Európa jövőjét illetően. Az egyik, hogy elhangzott az, hogy Európának a ö, jogi versenyképessége egészen katasztrofális, tehát olyan módon túlszabályozott, hogy egész egyszerűen az Egyesült Államokkal, Kínával nem tudja tartani a versenyt, és milyen érdekes, hogy akár hogyha a GDP-ra, akár egyéb területekre gondolunk, Olyanok nyomják az, a, az észt a brüsszeli bürokráciában, akik az okosságot a tengeren túlról Igen. hozták. Mikor látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban ilyen klímakampányok vannak, ilyen szigorú adatvédelmi szabályok vannak? Most Kínáról nem is beszélve egy. Kettő hogy, ja, nem, még, még itt azért annyi, hogy szintén Davosban hangzott el, hogy a világ 44 legfejlettebb technológiával rendelkező vállalatok közül már egy sincsen, amelyik az Európai Unión tartaná a székhelyét. A másik, ami nagyon érdekes, hogy Davos azért mégiscsak eredetileg és kezdetben valami üzleti fórum lenne politikai szereplőkkel. Ma arra eljut oda, hogy miközben egy magánszervezet pénzes embereknek a dzsemboria, Európa lőporos fordójáról, tehát a Nyugat-Balkánról oda e, invitálják a feleket és próbálnak közvetíteni. Tehát Albin Kurti, tehát a koszovói miniszterelnököt és Vucic szerb elnököt szintén Davosba hívták e, e, egyeztetni úgy, hogy a Davoszi csúcs előtt jelenti be az Egyesült Államok azt, hogy 75 millió dollárért elad páncéltörő készletet Koszovónak, ami azért izgalmas, mert a térségnek a legnagyobb tank, illetve harckocsi hadosztályával, erejével Szerbia rendelkezik. Tehát ez csak, nem a beszélgetést akarom eltéríteni, de hogy a történet az odáig fajul, hogy Davos ma Európa, tehát hogyha Közép-Európával, illetve Nyugat-Balkánnal tekintjük a határát, akkor Európának jelenleg az egyik legsúlyosabb konfliktus zónájáról egy ilyen üzleti fórum ö, ö, margóján próbálnak egyeztetni a felek, ultimátumokat benyújtani Szerbiának, és így tovább. Tehát miről van szó? Tehát ö, tők és csoportoknak a képviselői ö, ö, rendezik meg azt, hogy, hogy hogyan lesz stabilitás Európában? Ez a, úgy, ott van, ez úgy, 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 úgy szólném tovább, hogy talán, te mondtad, hogy a regionális globalizáció is említették két területet, az Egyesült Államok biztosan egy központ és Kína. Igen. És utána azt mondtad, és ki tudja még hol. Erről szól az egész. Igen. Erről szól az egész. Arról szól, hogy a, hogy létrejöhetett volna egy eurázsiai gazdasági központ is. És ezt az eurázsiai gazdasági központot kétféleképpen lehetett szétverni. Azzal a túlszabályozással, amiről az András beszél, és azzal, hogy emberöltő szempontból feloldhatatlan ellentéteket szülnek, ami pedig az orosz-ukrán uh -huh. háború. Ezzel a kettővel, a túlszabályozással és az orosz-ukrán háborúval az elmúlt két, valamikor a 90-es évek második felében fogalmazódik meg először, aztán utána a Lisszabonban, még a barózóik alatt mondják ki a Putyint is meghívva az eurázsiai gazdasági térség vízióját. És lényegében az Egyesült Államok, illetve azok a gazdasági potentátok, akiknek ez nem érdeke, hogy itt egy ilyen típusú, a német technológia, most leegyszerűsítem, a német technológia és az orosz nyersanyag találkozzon, a világ több táján tudnánk definiálni ellenérdekeket. Ezek lényegében mindent megtettek a túlszabályzásért, sugalmazások okán, alumni keresztül, sok minden keresztül, és azért is rász az orosz háború, hogy ez lényegében kézzelfogható távolságba ne kerüljön. És András, is egy dologról viszont nem esett szó ennek kapcsán Davosban, hogy még mindig nem tudjuk, hogy a nordic stream mm -hmm. hogyan robban <coughs> föl. Ami hát, a szimbóluma ennek, amiről ennek az egész Hát ha már a nordic stream említed... Ugye elhangzott a vörösköd kifejezés Davosszal kapcsolatban. Bizonyos értelemben ez a vörösköd okozza azt is, hogy a gazda tüntetések miatt gyakorlatilag blokkád alá került Németország. És ugye sokan úgy vélik, hogy a német kormány a saját felelőtlenségének árát fizetteti meg éppen a gazdákkal. Mi történik Németországban, András? Te, mint német szakértő, én... én... nagyon igazán, szereted nem... ezt a témát, és az ezt valaki akarsz ezt én, ve... én, én zára válgenknek drukkolok, és persze annak, hogy a német establishment az menjen a pokolba, hogy ne de nagyon örülnék, hogyha a Zára Wagenknecht pártja például az EP választáson egy masszív két számjegyű eredményt el tudna érni. Tehát van egy erős szuverenista párt feljövőben Európa nyugati felén. De szerintem keversz mással itt a stúdióban, mert én nem vagyok Németország szakértő, nem is tudok németül. De mielőtt még ezt a kedves megjegyzést hozzám intézted volna, pont ott szerettem volna korrigálni a felvezetőt elég udvariatlanul, hogy itt nem csak Németországban vannak gazdatüntetések, Romániában nem, nem vannak gazdatüntetések, Franciaországban pont a mai hírek ugye erről szólnak. Lengyelországban. Igen. Lehet, Hollandiában nem csak gazdatüntetések voltak, hanem az ottani gazdák provokálásának az lett az eredménye, hogy egy frissen alakult gazdapár tavaly ilyenkor behúzta, ahol tavaly tavasszal behúzta a holland önkormányzati választást, és most könnyen lehet, hogy egy formálódó kormánykoalíciónak lesz a része ez a BBB. Én a történetet úgy látom, hogy ez nem pusztán Németországról szól, bár itt is ugye Németországnak kult szerepe van, mint a legnagyobb gazdasági potenciál a rendelkező európai hatalomnak, hogy az európai agráriumot az élelmiszerterrorista világcégek halára akarják ítélni. Ezt hol zöldbe csomagolják, hol sárgába csomagolják, teljesen mindegy, de az amerikai agrobiznisz ugye először a TTIP-val akart benyomulni Európába, ez hál' Istennek megfeneklett, most váltakozó eszközökkel próbálják térdre kényszeríteni az európai agráriumot, miközben a zöld célokat, tehát a fenntarthatóságot alapvetően a lokalizáció szolgálná, hogy sok önfenntartásra képes helyi közösség legyen, amely képes egy-egy kis térségnek, adott esetben egy-egy kisebb országnak a, az élelmiszert megtermelni, a fenntarthatóság azon múlik, hogy például az ökológiai mezőgazdaságnak van-e jövője Európában. Ehhez képest gimpiszkált cuccokkal akarják megmérgezni Európát, ne tudjuk követni azt, hogy mi kerül a tányérunkra, és jegyzem meg, például Kelet-Európában, tehát Romániában, Lengyelországban a gazdatiltakozások alapvetően az ukrán gabonadömping miatt pattantak ki, Ukrajnában ott vannak már ezek az élelmiszerterrorista világcégek, és gyakorlatilag Ukrajnát rújai faluként használva próbálják tönkretenni az európai mezőgazdaságot. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogy a TTIP is végeredményben, ha megkötésre kerül, azt eredményezte volna, hogy a német autóipar, mint egy pozíciót cserél az amerikai gyökerű agrobizniszsel, tehát föláldozza a német autóipar az európai ag agráriumot. Most azt látjuk, hogy az európai kormányok, illetve az Európai Unió vezetése, mintha asszisztálna is ahhoz, hogy az európai mezőgazdaságot tönkre tegyék. Itt messze nem csak a Német Németországról. nem csak Németországról van szó. Ha, ha majd a német tartományi, meg majd később a szövetségi választásokon úgy, vagy akár most az európai parlamenti választásokon úgy alakul, hogy akár az AFD, akár bármely mostani establishmenten kívüli politikai erő jelentősen gyarapítja a, a súlyát, akkor azt gondolom, hogy először mondhatjuk el azt, hogy az a technika, amely lényegében a második világháború óta uralja a német establishment, hogy amikor a vörösködre elhelyezkedik, akkor nem megoldani akarja, hanem a barna köddel jogat, <laughs> akkor az nem válik be. Tehát most először fog valószínűleg eljutni oda Németország, hogy a hétköznapi választó csak azért, mert lenácizzák azt, aki egyébként avval a problémával foglalkozik, ami neki probléma a mindennapokban. Mitől lenne náci? Azért, hát persze, de, de, ezt a technikát azért folytatják, meg folytatták a múltban. Tehát Azzal csak ezért nem fog elhatárolódni Uh -huh. attól, a, attól a logikától. És ez azért nagyon fontos, mert ez szerintem egy, 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 egyszerűen egy, egy új logika, egy új, plat, egy új platform létrejött a német politikában. Mert 45-től 2020-as 20 évek elejéig ez, ez egy egységes valami volt, hogyha valakire rámondták, hogy náci, akkor működtek a német belső reflexek, és, és kitolták. És ez most úgy látszik, hogy ez áttör. És ez szerintem ez a leglényegesebb eleme ennek az egésznek, hogyha politikai hatalmi szempontból nézzük. Egyébként egyetértek is összefügg az első témánkkal, abszolút mértékben összefügg, mert ha Európában létezik politikai elit, akkor a német politikai elit az, ami legjobban a homokba dugta a fejét. Sok szempontból nem foglalkozó az emberek valós problémáival. Hát az északi áramlat az, hogy a német politikai élet nem csak az asztal, hogy már pedig ezt ki kell nyomoznunk, mert ez nem a szuverenitásunk európai, alapja, hogy András, tudjuk. Nem európai érdekeket szolgál. Hát jó, mondjuk ki, mondjuk ki, hogy az európai politikai élet jelentős része, nem azoknak az érdekét szolgálja, aki oda őket abba a pozícióba, ahol vannak. És azóta ez az erodáció folyamatosan megy a Blackberry botrány és a, Igen. és a, botrány Nem akarok, bizonyos meg is változtatva a saját korábbi véleményemet, nem akarok bűnbakot megnevezni, de szerintem a legnagyobb felelősség a német zöld pártot tehelni. Mindazé, ami Németországban történik. Ők azok, akik egyfajta ideológiai zsajolással, mind a liberálisokra, mind a szociáldemokratákra, kojában egyes tartományokban, keresztény demokratákra is hatnak egyfajta teljesen hamis ideológiát kényszerítve, és amikor a zöld kormányzat alatt előfordul az, hogy növelik a szénbányászatot Németországban, hogy a szénbányászat ellen küzdő teroristákat, terroristák, bocsánat, tüntetőket erőszak, nevezve erőszakkal húzoltatják el, akkor azt mondja az ember, hogy értelmét vesztette az az őrölt politika, amely a szénipart fejleszti. Valójában, és lehet, hogy András, mint volt zöld elnök, egyetért velem, lehet, hogy abszolút nem, nekem arra jöttem el, ezt nem jöttem el korábban, hogy egy zöld pártnak soha nem szabadna kormánynak kerülni, hanem egyfajta társadalom lelkiismeretéként kellene a különböző erőkre hatni. A másik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy az, hogy a szozdemek, liberálisok, kereszténydemokraták nagyjából mindenre ugyanazt a választ adják, szükségszerűvé teszi azt, hogy a establishmenten kívüli pártok is megnövekszenek. És végül előtt talán utalhatok el, hogy Andrással, György kint beszélgettünk, hogy és hiányoznak valahogy a személyiségek is. Tehát egy Söder, vagy egy Angela Merkel, vagy Willy Brandt, vagy Helmut Kohl, ezek valakik voltak, tehát személyiségek voltak. Most szerencsétlen Solcol pártak bizonyos értelemben, illene jót mondani, de jó, az egyetlen jó az, hogy, hogy még mindig visszafogottabb, mint mondjuk a zöldek a háború kérdésekben, vagy a bérbok, hát ennyi. Abszolút, viszont azért Németországban tényleg a vörös-per-barna köttől indulunk. Tehát már azt vizionálni, hogy majd hogyan változik meg minden, legyen, legyen így, és, és legyen igazatok, de nagyon messziről indulunk, és mutatják a mostani események is. Tehát Németország olyan értelemben egy, egy homokozója, egy minta példája annak, amiről beszéltünk, ez a társadalmi mérnökösködés, és ezek a folyamatok is abszolút ilyenek. Viszonylag több minden van, és minden összefügg mindennel, de nem bonyolult módon. Ugye honnan indultak a gazdatüntetések, azok pontosan az a jelenség, ami Európában is látjuk, hogy az európai gazdaság, az európai ipar, az európai mezőgazdaság félretételét jelentette. Ugye Németországban is nem prioritása a német mezőgazdaság, a német gazdák sorsa. Ugye a, azt, a, azt a költségvetési lukat azzal próbálta betömni a jelzőlámpa koalíció, hogy a gazdáktól vesz el, és a gazdáknak azt, a, azt az üzemanyag kedvez. <coughs> vonják meg. Illetve, ami a 30-as évektől élt. Egyébként. Ami a 30-as évektől élt, tehát nem most kezdődött, illetve olyan jövedéki adó kedvezményt vennének el, rónának királyuk ugye jövedéki adó kötelezettséget, ami miatt rentábilis volt egyáltalán ez a német modell. És ehhez képest olyan költségeket telepítenek rájuk, széndiokszid adót, illetve állatjóléti adót, nem tudom, hallottunk erről, elképesztő, tehát ezt építenék be a mezőgazdasági termékeknek az árába, ami nyilvánvaló módon abszolút nem a, a, a német mezőgazdaság prioritás. Ez csak az apropó volt, tehát innen indultak a társadalmi tiltakozások, de ez ugye felszipantott mindent a jelenségében. És egyrészt kísérteties, hogy amíg, amíg a német gazdák nem fontosak Németországnak, addig... Szinte ugyanakkor ugyanakkora összeg megy Ukrajna támogatására Németországtól, mint amekkora ez a költségvetési luk, amit a gazdákon akarnak spórolni. Nyilván ez lehet a véletlen műve is, de hát azért ismerjük a németeket, hogy milyen precízek, sőt uh -huh. túl precízek, tehát nem biztos, hogy ez a véletlen műve. És a másik meg, hogy ez meg a vörösköd barna köd esete, hogy mi a reakció most a tiltakozásokra. Az a reakció, ugye most mentek le a, a, a Demokrácia védő tüntetések Németországban. Jó, Az hogy volt ne. a reakció, hogy hogy szélsőséges veszély, és hogy most akkor ébresztő Németország is a tüntetés. És konkrétan, konkrétan münchenben azzal vonult 440 ezer ember, hogy hogy afd megölni, a jobboldaliakat deportálni. Ez volt a vezető morinó, amit még valamelyik Zeitung is lehozott a címlapján, aztán képet kicserélték napközben, de a szlogen az maradt, hogy együtt, így van, együtt a demokráciáért, a toleranciáért, a szélsőségek ellen, de ezzel a képpel lett volna, maradt volna igazán hatásos, de ez pontosan mutatja a németországi közállapotokat, és azt a társadalmi mérnökösködést, ami azért tényleg lassan 80 éve eltolta azért a német viszonyokat, közbeszédet egy olyan irányba, hogy egy valós problémára, ami a gazdáktól indult, és ami egyébként teljesen rezonál azra, hogy hogy teszik tönkre az európai gazdaságot, versenyképességet, ipart is, és a mezőgazdaságot különösen, hiszen az abszolút célkeresztben van, és a társadalmi mérnökösködésnek azért a parasság mindig az útjába állt. Ez hogyan vezet el odáig, hogy egyébként ebből csak az a tanulság a német sajtónak, hogy jaj, nehogy az AFD lefölözze ezeket a szavazókat. De egyrészt Máté, amit mondasz itt az AfD elleni tüntetéssel kapcsolatban, az újfent szimbolizálja azt, amiről itt már pár hete beszéltünk, hogy ma a szabadságjogok, a klasszikus liberális vívmányok legnagyobb ellenségei azok, akik liberális és demokrata jelmezben rohangálnak ma nem csak az utcákon, az egyetemeken szerte, a globális éjszakon. Öh, az AFD-nek a világképe is mentőlem, rettenetesen messze van, és leginkább azért, mert az a, gazdasági Ezt az tudom. Az a gazdaság és társadalmi politika, amit az AFD hirdet, na az az, ami igazán szélső jobboldali, ő pontosan azt mutatja az AFD, hogy itt valójában globálisan is két tőke frakció harcol, ahol sajnálatos módon a dolgozóknak, a baloldalnak jelen pillanatban kevésé osztanak lapot. Az AFD az alapvetően a nemzeti, a szuverén nemzeti keretek megtartásában érdekelt tőkés csoportokat képviseli. De alapvetően a nemzeti szuverenitás megtartásában érdekelt, és harcol azokkal, akik meg a nemzeti szuverenitás feloldásában érdekelt globális tőke érdekeltségeknek a lakájai. Tehát itt két tőke frakciónak a küzdelme zajlik. Ugyanakkor az AFD-t lenácizni, ez teljesen abszurd, hát én végignéztem Alice Weidelnek egy Bundestag beszédét, ugye az AfD frakcióvezetője. Na most, mitől lenne náci? Igen, vannak riasztóan sok zavaros felfogású, alkalmasint rasszista nézeteket hordozó ember is ott van az AfD-ben, na de Alice Weidel ö ez az európai úgynevezett szélső jobboldalnak egy hamisítatlan képviselője, aki alapvetően neoliberális gazdaságpolitikát Igen, diktál, hát, de tőle a rasszizmus, a homofóbia utóbbi olyannyira távol áll, hogy egyébként élettársi kapcsolatban él egy sri lankai hölgyel, tehát, tehát hagyjuk már a hülyeségeket. Alapvetően arról van szó, hogy az AFD frontálisan szembe megy azzal a globalista, atlantista irányjal, amit a német establishment képvisel, de az a hisztéria kampány, ami Németországban zajlik, az pontosan megmutatja a határait annak az úgynevezett progressziónak, ami 49 óta ö, 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 uralja a német politikát, és még annyi gyula, hogy arra, ugye emlékszel, lehet, hogy erről már beszéltünk egy-két hónapja, hogy a, azért a német zöldek, amikor 83-ban bekerültek a Bundestagban a az agendájukon mi volt az egyes számú? Atomfegyverek, uh -huh. az amerikai támaszpontok igen. bezárását Absolut, követelték. Igen. Ma igen. nem csak a német az európai politikában, az amerikai támaszpont a német zöldek. Olyannyira, igen. hogy amerikai állampolgárt reptettek be a kabinetbe, akinek gyorsan meg kellett szerezni a német állampolgárságot ahhoz, Janet hogy Morgan. így van, hogy, hogy ki lehessen nevezni. Hát. Mi, 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 miről beszélünk? Ekkora árulást az európai politikában párt még nem követett el, mint a német zöldek? E egyébként én hát miért? a Baltikumban, szinte minden országban, Amerikából, Kanadából importáltak a rendszerváltozás után De a vezetőket. Azt, értem, azt lehet mondani, én. hogy volt szovjet államok, az, hogy a Németországban miért van erre szükség, végképp nem lehet érteni, és ha visszaép gondolunk a történelembe, annak idején sokan baloldalról, de nem csak Magyarországon, a szozdemek sokat támadták a keresztény szociális Strauszt és társait, akik valóban megpróbálták azt a fajta jobboldali, kicsit nemzeti, vagy nemzeti érzelmű német szavazókat a demokrácia keretein belül tartani, amiben bizonyos belefértek olyan mondatok, is, amelyek talán baloldali szemmel nem voltak vállalhatók, de kétségtelül sikerült, elérni azt, hogy a CSU-CDU-tól jobb nem volt párt Németországon, és igaz, hogy a kommunisták betiltásával, de sikerült elérni azt, hogy az SPD lényegében egy nagyon baloldaltól egy balliberális rétegeket le tudott fedni. Valamilyen módon ezek a pártok, valaha néppártoknak nevezték őket. Ma az SPD egyik tartományban az 5% megtartásáért küzd, megszűntek a néppártok, és ez sajnos azzal jár, hogy valóban válságba került a politikai rendszer, és még egyet ezzel a nácizással kapcsolatban, hogy hogy valóban ízléstelen egy olyan pártot nácinak nevezni, amely a leghatározottabban ellenáll annak, hogy Oroszországgal, Németország háború keveredjen. Hát Németország tragédiája az volt, hogy kétszer háborút vívott Oroszországgal. Most egyesek ezt, ezt a múltat megtabadva, mint a újra elkészülnek. Csak egy, egy apróság, hogy amikor az 5%-os SPD-ről beszélsz, ez konkrétan Türingia, ahol szeptemberben lesz Lantág választása, a friss közömeink szerint első helyen az AfD, második helyen Zára Wagenknecht pártja, ketten együtt már egy többséget ki tudnak adni. A Dillinkével és az apró anti-establishment párt, párt. anti pártokkal. Több mint két harmadát a türingiai választóknak képviselik. Az FDP kívül van Lantágon, és a zöldek szintén kívül vannak az 5 Hogy az Nem sírunk utána. Ha elfogadjuk azt a distinkciót, amit az András felvázolt globális tőke, nemzeti tőke küzdelem a világban, és azt kiegészítjük avval, hogy mind a két elképzelés mögé felsorakoznak mögé, elé, mellé politikai erők, és így határozzuk meg ezeket a törésvonalakat, akkor, és itt átkapcsolódjuk rá, nem, nem a néppártok tűntek el, hanem új brendek jelennek meg, uh -huh. amelyek néppártokká válnak. Uh -huh. Tehát ha, ha így nézem, akkor azt mondom, hogy a, mondjuk a szuverenistább pártok kellő támogatottságot tudnak bezsákolni ebből a helyzetből, mert az az igazság, hogy ha nyíltan, egyenesen és egyszerűen beszélnek a nagy tömegekkel, akik a, a mai műsorban már sokszor tárgyatokoknál fogva úgy érzik most, hogy a királymeszten is elkezdik egy kicsit talán jobban érteni, hogy mi zajlik itt körülöttük, és a szuverenista pártok ezt nyíltan felvállalják, akkor az, az igazság, hogy a józanész az diktálja, hogy a, nem, ebben a globális tőke, nemzeti tőke küzdelemben, azokat a szuverenista politikai erőket támogassák, legyen az AFD-től kezdve, akár ide-haza, amelyek elképzelései sokkal nagyobb mértékben összefésülhetőek adott esetben a nemzeti tőke szuverenista elképzeléseivel szemben a globális tőkével, és sokkal jobban, nem azt mondom, hogy teljes egészében, de a másikhoz képest sokkal jobban szolgálják az adott állampolgár érdekeit. Igen, nem csak a tudatipar bejátszik, és azért a mainstream tudatipar az nem erről szól. Pontosan a Tudati Bar bejátszik, és én így csatlakoznék rá, mert hogy tőkefrakciók állnak egymással szemben, a, az eredmény szempontjából tényleg ezt látjuk a globalista tőke és a nemzeti tőke, de hogy hogy mintha nem a feltétlen a lét határozná meg a, a tudatot, hanem de hanem hát. a tudat a létet, mert hogy a társadalmi mérnökösködés, és ami Davosban is történik, az pont, hogy egy lépéssel, mintha előrébb menne és generálná ezeket a folyamatokat. És Németország itt, itt válik olyannál, kire tényleg vigyázó szemeinket érdemes vetni, mert hogy de milyen ez a Németország? És mondjátok, hogy, hogy, hogy ez elvezethet, ami most ott történik a rendszerkritikus pártok áttöréséhez, elvezethet ahhoz, hogy az emberek látják, hogy a király de a gyakorlati folyamatok azért azok, hogy jön a turingi választás, de az a legnagyobb kérdés, hogy vajon az AFD-t addig nem -e betiltják. Így van. Hogy, hogy Tra Trump börtönbe kerül-e Amerikába, mert hogy ilyen eszközök zajlanak. Amikor Arról beszélünk, hogy milyen Németország, ugye az, arra a problémára, hogy mi a gazdáknak a baja, valójában az a válasz, hogy félnek az AFD-től, meg egyébként Ukrajna támogatása az első. Arra a kérdés, hogy milyen Németország ma, azért azt látjuk, hogy valóban a, a német külügyi államtitkár az egy amerikai állampolgár, vagy ahol ugye ez a Janet Morgan asszony, vagy ahol a, a németországi mezőgazdasági miniszter, Csem Özdemir, ugye egy török ember, vegetáriánus, tehát a mezőgazdaság mm -hmm. egyik ágával szemben fogalmilag Ellentétes. Tehát olyan olyan egészen extrém borni dolgok történnek, és a végén meg nyilván az van ennek a, az okozati felsorolásnak, amit végtelenségig lehetne vinni, hogy egyébként meg a valódi problémák, a gazdasági ö, problémák, azok annyira nem tűnnek fontosnak Németországnak, hogy valóban az AfD azért vált ellenségé, nem azért, mert náci. tehát, vég, tehát egy, egy szinte, szinte bizonyos tekintetben egész mérsékelt, Hogyne? liberális, kapitalista Hogyne? üzeneteket megfogalmazó pártról beszélünk, de közben ő az, aki ugye a, a, a frakcióvezető a társpárt elnöknek a szilveszteri beszédében elhangzott, akik újraépítenék az Északi Áramlat vezetéket, hát szárnyalna a német gazdaság azonnal, újraindítanák az atomerőműveket, szárnyalna a német no. gazdaság, vagy beszélnek arról, jó, ez nyilván felnyit egy másik vitát, illetve... Arról beszélnek, ami megint tény, hogy 3,5%-kal idén először zsugorodni fog a német építőipar. Ilyen 2009 óta nem volt, még a Covid alatt sem csökkent, most pedig lámlám, -lám, tehát valódi problémák, gazdasági problémák vannak, amire mintha az establishment nem is keresni a válaszot. új topikot nem, nem, nyitunk. Nem, csak az eredeti, tehát a gazdatüntetésekre vissza, hogy ha már itt a zöldek bűneit elkezdte, mert a német zöldpárt bűneit elkezdte sorolni a Gyula, ö, yeah. A zöld politika soha nem azonosíthatja, vagy nem egyszerűsítheti le az ökológiai válságot a klímaváltozással? Kettő. A zöld politika számára mindig is kiemelt cél volt, kiemelt cél kellene, hogy legyen, ő, hogy a fenntarthatóságnak kulcsfontosságú eleme az, hogy helyben egészséges élelmiszerrel tudjuk ellátni a, az ott élőket. Ehhez képest a német zöldek ellene mennek annak, hogy Németországban helyben egészséges élelmiszereket lehessen tenni az asztalra a boltok polcaira. A szabad egy nagyon rövid geopolitikai megjegyzést tenni övéd. hazánk a kapcsolatban, Közép-Európában, Kelet-Európában mindig akkor volt béke, amikor Oroszország és Németország békében volt egymással. Amikor a németek és az oroszok harcoltak egymással, mi pusztultunk bele. Ezért számunkra is nagyon fontos lenne egy realista külpolitika Németországban már pedig most éppen fegyveres konfliktus vizionálnak éveken belül. Kíváncsi vagyok. Köszönöm, hogy eljöttetek. Innen folytatjuk két hét múlva. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n a Youtube-on, és meghallgathatják a Spotify-on. Hogyan és miért akarja felértékelni saját szerepét a bizottság és az Európai Parlament az Unión belül? Erre keressük a választ holnap, az ez itt a kérdésben. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!